Másfél éve irányítja a szövetségkapitányként a junior vízilabda válogatottat, az U18-asokkal VB ezüstöt szerzett, már tanítványai ott kopogtatnak Benedek Tibor felnőtt csapatának öltöző ajtaján, az ő vezetésével pedig most szakmai ajánlás készült a póló utánpótlás tehetség gondozásáról, mert hogy mottója szerint egy magyarnak ebben a sportágban ugye kötelessége jónak lenni, Horkai György a vendégünk, szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. E, Gyuri, ugye szakmai ajánlás készült, 70-80 oldal a dokumentum, az első kérdés az, hogy miért volt erre szükség, hogy az edzőképzésen eddig nem ezt tanították? Alapvetően biztos, hogy ezt tanították, mert azért nagyon-nagyon újdonságok nincsenek benne, inkább talán rendszerezi az egészet, ahogy a nevében is benne van, ez egy, ez egy elvárásrendszer gyakorlatilag, ami le van bontva korosztályunkra, hogy adott korosztályban mit kell tudni a gyereknek, vagy mit kellene tudni, illetőleg ami talán érdekessége, hogy ez posztokra is le van bontva, tehát a legfőbb meghatározó posztokra a kapus, a védő, center és a szélső, illetve a csatárjátékoknak a, 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 posztokra is le van bontva, és van még egy érdekesség az anyagnak, ami, ami elég nagy terjedelmű, ez a fizikai felkészítés része, amelyet a mi kondi edzünk a dr. Katics László, aki a Pécsi Egyetemnek a tanszékvezető docentsa, ő készített ez a fő szakmai részét. Tehát adott, hogy hogyan kell, mikor kell, hogyan kell elkezdeni, mikor lehet, milyen gyakorlatokkal lehet a fizikai felkészítést elkezdeni, folytatni, illetőleg hát növelni a terhelést. Miért gondoltátok azt, hogy éppen most, és azt, hogy éppen egy ilyen anyagra van szükség most a magyar vízilabda utánpótlásban? Tehát mi volt a megfontolás? Hát tulajdonképpen januárban kaptam egy megbizatást a Kemény hogy csináljuk meg ezt az anyagot. Hát mindenféleképpen fontos abban a részében, hogy, hogy ugye tudják, hogy a, az edző kollégák is, hogy, hogy, hova kell eljutni bizonyos korosztályra, tehát ne csak a legjobbaknál, hanem, hanem ugyanúgy a vidéki bázisoknál, illetve ott is, ahol csak elkezdik a, a munkát. És valahol a cél az, hogy az egységes irányba induljon el az utánpótlás képzés. Tehát az jó lenne, hogyha egységesen tudná működni, tehát mindenhol azonos rendszerekben dolgoznának a gyerekek. Ma nagyon szétszórt ilyen tekintetben a szakmai háttér, a szakmai képzés, tehát ötletszerű sok helyütt, hogy ki mit, milyen tankönyvből és milyen metódus szerint tanít? Én ebben igazából nem vagyok benne, tehát nem is szeretnék belemenni, csak az eredményeket látom, illetőleg hát ahogy följönnek a játékosok, hogy azért sok a hiányosság, meg panaszkodnak mások is. Tehát ennek, ennek próbálunk elé menni, és megpróbálunk segíteni a jövőben, ez, ez kevésbé legyen így. Van-e mondjuk arra receptetek, vagy ajánlásatok, hogy, hogy, hány éves kortól lehet szabad érdemes vízilabdára fogni a gyerekeket? Hát de. ebben az anyagban benne van indul 6 éves kortól. Tehát 6-tól 10 éves korig, és akkor utána jönnek a, a különböző korosztályok. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez, egy, ez egy fontos rész ilyen szempontból, és azért hozzá kell tenni, hogy ennek lesz egy, talán júniusra meg fogjuk csinálni, egy videóanyag még fog hozzájönni ez az anyaghoz. Tehát megpróbálunk olyan segítséget is nyújtani, mert effektív, látható, megfogható, tehát gyakorlatokat fogunk föltenni. De azért soha nem lesz teljes, tehát azt azért hozzátenném, nem is akarunk teljes részletességgel olyan anyagot csinálni, ami, ami egész magyar vízilabdát átfogja, mert azért biztos vagyok benne, hogy az anyag el fog kerülni külföldre, és azért nem szeretnénk másoknak előnyt. Egyébként te kimerítettetek jelenlegi külföldi oktatási módszerekből? Abszolút, tehát ez teljesen... Olasz iskola. Igen, olasz iskola, szerba, horvát, tehát... De én azt hiszem, hogy ez folyamatosan kell, de, de én nem szégyellem. Tehát én láttam olyan gyerekedzést például az uvs énél ahol olyan gyakorlatot láttam, hogy én is átvettem, mert nagyon, nagyon jónak tartottam, és örülök neki, hogy ilyen van. Szerintem ez egy, általán, ez egy normális dolog, és, uh -huh. és kell is folyamatosan tanulni, látni, ez egy, ez egy fontos dolog. Te hogyha meglátsz mondjuk 6-7 év között egy kisrácot, aki ben van a vízben és már elkezdett pólózni, akkor meg tudod nagy valószínűséggel mondani róla, hogy jó pólós lesz -e? nem. most, Tehát az a részét, Én... hogy milyen lesz a hozzáállása, uh -huh. a maga a tehetség? Nem, 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 nem? biztos, hogy nem. Én nem is foglalkoztam ilyen gyerekek, nem tudom, de de erre vonatkozóan nekem van olyan saját példa, amikor, amikor nagy nevű jó edző, tehát mondom jó edző, azt mondta annak idején rám gyerekként, hogy nem érdemes, az edzőmnek nem érdemes elfoglalkozni, nem lesz bele vízilabdás. Tehát vékony voltam, Legfélebb kicsi voltam. Jó, Igen. nem lehet, és ettől még ugyan, tehát nagyon jó uh -huh. edző volt, tehát nem ez, csak uh -huh. hát ugye ezt nem lehet látni, meg nem lehet, nem lehet tudni. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ezt azért később kialakul, meg a, meg a mozgásból, meg a hozzáállás, aztán az nagyon-nagyon sokat kell tenni érte. Ú, úszással kell kezdeni egyébként? Igen. Minden az, minden az az alapja mindennek? Minden Igen. Hát, Úszás nélkül mondjuk ezt azért nehéz az alap, igen, hát vannak akik azt hiszik egyébként civil szülők, hogy a gyereket beviszik vízilabdázni, és ha nem tud úszni, akkor adnak egy labdát, mert megtanul, nem, hát szóval azért, azért az, a, az a jobb, ha valaki úszásra kezdés és abból jön át, mert az alap legyen meg. Ez a bizonyos fizikai felkészítés, amire ez az ajánlás, ez az anyag is nagy hangsúlyt fektet, ez az, hogy ez ennyire fontos, ez is összhangban van azzal, ami felé a világ vízilabdázása. halad? Ez egy kicsit azért a te mániád is régóta. Abszolút, és ugye amikor én átvettem, akkor a, az első információk azok voltak, hogy, hogy le vagyunk maradva fizikálisan a nemzetközi mezőnytől. És akkor, amikor mentünk külföldre, én is láttam, hogy tényleg kidolgozott izomzattal sokkal, sokkal nem is az, hogy erősebbek, hanem inkább az, hogy, hogy lehet látni, hogy, hogy meg vannak dolgozva. És ezen nagyon sokat kell változtatni. Ezért is kondíció kondícióedzőt a csapat mellé, illetőleg ezt látom, de hát ennek van egy rendszere, tehát ezt el kell kezdeni egy meghatározott szisztémával, tehát nem lehet úgy, hogy valaki elkezdeni, és utána oda megy, és elkezd súlyzózni, tehát ez nem működik így. Tehát ezt föl kell építeni, és ehhez vannak szakemberek, akiknek a segítséget igénybe kell venni, és én úgy gondolom, hogy ez a anyag ehhez segítséget fog nyújtani. Az, hogy posztokra bontottátok, amint említést tettél róla, tehát posztonként megvan, hogy milyen gyakorlatok, milyen fejlődés ajánlatos, vagy előírta a gyerekeknek. Bocsánat, gyakorlatok nincsenek gyakor... benne. Nem. Nem. Általánosan, tehát megvan határozva, hogy tulajdonképpen mi a dolga egy védőjátékosnak, mondjuk elindul a támadás, illetőleg a támadás befejezésétől, hogyan, hogyan kell helyezkednie, tehát adott taktika mellett mit kell csinálni, de, de igazából tehát gyakorlatra konkrétan az nincsenek benne. Jó, ja, értem, tehát akkor ez, ez elméletileg Igen. is leírja körülírja az, hogy, hogy hogy mit plántáljanak a gyerekek Igen. fejébe, Igen. hogy azon az adott poszton Igen. neki mi a dolga, mihez tartsa magát, Igen. és akkor ez egy kicsit a taktikákat is tartalmaz, igaz? Hát Vagy ugye már van, nem? Egy nagy, van egy fontos dolog, amiről e, majdnem azt mondom, hogy egymástól függetlenül is, a, a, nem a régen egy egy szakmaértéken tartottunk egy előadást, egy pár perces előadást, én is, meg a Benedek is, időben elcsúsztatva mintünk a csapattal vidékre, tehát nem voltam, csak utána hallottam este, kvázi ugyanarról beszéltünk. Tehát például nagyon el vagyunk maradva a effektíva védő poszton, tehát a centert fogó védő poszton, ott, ott, van úgy gondolom a legnagyobb elmaradás a nemzetközi szinthez. És ezt ugyanúgy hangsúlyozta ő is, meg én is, tehát ez egy, ez egy olyan dolog, amiben nagyon előre kell lépnünk. Na ehhez például lesznek gyakorlatok a videón, hogyan lehet eljárni a centernek, ugyan, amit kérdezte, hogy a taktikát meghatározza, igen. A vízilabda azért nem egy olyan bonyolult sportág, ugye itt alapvetően van egy szoros emberfogásunk, van egy zóna, csak az egész azt teszi bonyolultá, hogy egy idegen közegbe játszuk. És ettől rettenetes nehéz. De ugyanakkor maga ez a része taktikailag ez viszonylag egyszerű. A szoros emberfogás nem lehet úgy játszani, hogyha centert nem fogják előről. Akkor meghal az egész, mert beadják, kiállítás kész vége. Na most az, hogy hogyan kell előről fogni, na az a nehéz része, hogyan kell eljárni, ezt fogjuk majd különböző gyakorlatokkal Segítséget nyújtani azzal, hogy hogyan lehet eljárni, mert enélkül egyszerűen nem lehet szoros emberfogást játszani, és anélkül pedig ma nem lehet vízi Meg hát akkor ott a fizikai felkészítésnél is az a védő, aki, aki a centerre vigyáz, az is felteszem egészen más. Hát meg a kiválasztás, meg egyéb dolgok, hát ugye olyan adottságnak kell lenni, hogy azért ugye általában a centerek nagyon erősek. Na most azért nem lehet, hogy oda megy egy védő, aki kicsi, vékony, és az akarja lefogni a centert. Tehát azért azt a kiválasztásnál is meg kell oldani. Ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy a csatároknak vagy a kicsi védőnek is meg kell tudni oldani adott esetben egy-egy faltig. Ez lenne az ideális. Ez azt is jelenti, hogy ha ilyen pontos és szabatos ajánlások készülnek, hogy hamarabb vagy, vagy nagyobb eredményességgel lehet kiválasztani azt, hogy ki az, akit nem érdemes áltatni vele, mert egy időn túl azért már látszik, hogy nem lesz belőle nagyon komoly vízilabdázó? E, ilyen is lehet, már erre is tudok ellenpéldát, erre a legtipikusabb példa az a Gerendás Gyuri volt, aki az elég jó vízilabdázó lett, legyünk őszinték. Na most 73-ban mengentük az első junior Európa bajnokságot, a Gerendás Gyuri nem volt tagja a válogatottnak. És nem azért, mert az edző nem akarta betenni, hogy kérdezszer nem volt még azon a szinten. Két év múlva meg már a válogatott. Tehát akkor te volt, ezzel csinyán a hát, Mindenféleképpen van ilyen, aki később érik, tehát meg kell adni a lehetőséget, inkább úgy gondolom. De például ezek a reggeli edzések, amiket csinálunk, meg megpróbáljuk ezt tovább vinni. Ezek például a lehetőséget adnak arra, hogy kipróbáljunk gyerekeket, és minél többet van szem előtt, annál jobban lehet figyelemmel kísérni. Azt mondjuk, Gyuri, hogy lányokra, lányokra nagyon másként kell felkészíteni vízilabdázni? Tehát hogyha egy ilyen ajánlásrendszer van, az nagyon más, hogyha a lányokra vonatkozik? Az elején bizonyos korig együtt megy a kettő, de utána van, van benne anyag, mert a Merész Bandi, ugye a női szövetségkapitánynak is van egy anyag benne. része benne, ő is részt vett benne, és van külön anyag a női vízilabdáról, amiben én nem szeretnék azért belemenni, mert abszolút nem értek hozzá. A... Egy, egy, ilyen ajánlás, egy ilyen anyag, ugye folyamatosan változik a vízilabda, meg nyilván vannak új módszerek, te is észreveszel, mint az előbb mondtam, az UVS-nél egy nagyon érdekes gyakorlatot. Szóval milyennek a szavatosság ideje szerinted egy ilyen anyagnak? Én azt hiszem, hogy ez az anyag így nagyjából az általánosság, tehát a teljesség igénye nélkül, ezek általánosak, mert ezek abszolút igazak. Tehát ez biztos, hogy hosszú távú. Tehát az alap, alap, dolgok azok, azok maradnak. Az, hogy esetleg beépülnek új gyakorlatok, az nem változtatja meg a, a, rendszerét a dolgoknak. Tehát ez... ez az ajánlás, ez kötelező lesz? Nem, azért is készült ajánlás, ugye Magyarországon élünk itt. ez egy ajánlás, ez Így ugye a Szerbiában, a Horvátországban ez kötelező. Ja, értem, nem. tehát az, az abba a kultúrába kötelező, itt ajánlás, Igen. de azért lehet, hogy idővel kötelezően ajánlott. Úgy tűnik, hogy úgy mögé állt mindenki, nem? Tehát, hogy egy, ebben az akaratban, meg hogy ilyenre szükség van, abban egységes volt a, a Igen, és én megpróbáltam úgy összeállítani, tehát fölkértem olyan edzőket, akik effektív ezen a területen dolgoznak adott korosztályokkal. Őket kérte meg abba, hogy ezt a részét foglalják össze, írják meg, és utána én raktam össze. Illetőleg hát azért az egyéni képzésben is, ugye a, a post lebontásba is, hát a Gergely Pista a kapusokat csinálta, a Varga Zsolt, a centereket, ugye a védőket, meg a, a csatárokat, azokat én írtam, és azt kell mondjam, hogy akik tulajdonképpen lektorálták, az is egy elég jó nevű gárda. hogy a Benedek Tibitől a Kemény Dénes, Faragó Tamás, Szívós Pista, Kemény Ferenc, tehát és úgy néz hogy általánosan tetszett a dolog, remélem, hogy, hogy lesz sikere. Hát reméljük, most úgy ismertetni fogod ö, ö, több helyütt az országba, ö, és akkor mi meg majd visszatérünk még rá, meg szemezgetünk vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.